Izrael több mint 50 tonnányi segélyt és orvosi ellátmányt vitte a gázai övezetbe, miután kiderült, hogy a palesztinok képtelenek ellátni az összecsapásokban megsebesült embereket. Közben az Egyesült Államok után Guatemala is áthelyezte diplomáciai képviseletét Tel Avivból Jeruzsálembe. Kisebb méretekben, de folytatódtak az összecsapások a palesztin tüntetők és az izraeli biztonsági erők között a gázai övezet határánál. Az övezetet uraló Hamas terrorszervezet annak ellenére kérte a lakosságot a demonstrációra, hogy az elmúlt napokban legalább 60-an haltak meg a zavargásokban. Az izraeli hatóságok bejelentették, a napokban 53 tonna orvosi ellátmányt vittek a palesztin területre, egyebek között orvosi folyadékokat, kötszereket és más orvosi eszközöket. A gázai övezet egészségügyi intézményei ugyanis nem képesek megfelelően ellátni a megsebesített több száz embert. A belga külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a gázai övezet és Izrael határán kirobbant erőszakcselekményeket. Az ország külügyminisztériuma kedden berendelte az izraeli nagykövetet. A jeruzsálemi kormánynak üzent a brit miniszterelnök is. A palesztinoknak joguk van tüntetni, de ezek békés demonstrációk lehetnek. Izraelnek joga van megvédeni a határait, de az éles lőszerek használata aggasztó, és önmérsékletre szólítjuk fel az izraelieket, mondta a török elnököt fogadó brit kormányfő. Az amerikai ENSZ nagykövet szerint ugyanakkor Izrael példás önmérsékletet tanúsított a helyzet kezelésében. A Hamas nevű terrorszervezet évek óta erőszakra bíztat, ezt tette már évekkel ezelőtt, hogy az amerikai nagykövetség költöztetéséről egyáltalán szó lett volna. Egy ország sem kezelte volna olyan visszafogottsággal a hasonló történteket, mint most Izrael tette, mondta a diplomata. Közben elsőként Guatemala követte az amerikaiak lépését. A latin-amerikai ország szerdán megnyitotta Tel Avivból Jeruzsálembe költöztetett diplomáciai képviseletét. A nagykövetség ünnepélyes megnyitójának guatemalai elnök és az izraeli kormányfő is részt vett.